Már, hogy mindenki ilyenkor olyan boldog lehet, és nem azért húzom az időt, az ajándékozás elcsúszom, minden csak... Sziasztok tesók! Mi vagyunk a tesók. Hello tesók! Hello, tesók vagyunk. Igen, tesók vagyunk, hello! És a mai videóban ajándékot fogunk bontani, és most várjuk, hogy a karácsonyi ajándékokat a Jézuska meghozza a másik szobába. Kíváncsian várjuk. Nagyon kíváncsian várjuk. Le vagyunk csillezve, tesók, bocsánat, hogy nem csináltunk olyan nagy tartalmat most karácsonyra, de azért szerintem nekünk is kiár most egy kis pihenés. De így is megosztjuk veletek, amit lehet. Júj! Júj, gyiprka! Amúgy, mire vártok? De most fogalmam komolyan. Nincs, esküszöm. Bár azt tudom, hogy te mit kapsz, meg azt, hogy Balázs is mit. Én is tudom, hogy tehát meg te mit kapsz. Ha mondjad már. Na, mondom is, hogy... De most miért nem? Most nincs kedvem mondani. Nekem meg van kedvem, majd pofont adni neked. Jó, ebből verekedés lesz. Karácsonyra nem magunkra költöttünk, hanem, mint az előző videóban láthattátok, vettünk nagy csomó ajándékot, akiknek szüksége van rá. Szeretsz kamerázni? Ajjajjaj. A lényeg az, hogy buzi lettem. Ennek nem kell ajándék már. Ajándék, hogy pihenjek. Nem tudom, hogy karácsonyra mit fogunk kapni, de azt tudom, hogy amikor Bedének az ajándékát leraktam a földre, akkor elkezdett vibrálni. Telefon! Kapogott valaki. Ajajajajajajajaj. Szerintem a Jézuska lesz az. Úristen! És itt van a Jézuska. Abukat és a tílapó! Akkor egyszerre. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült már a karácsony. Ha kisült már ide féle, ha tegyen meg melegébe. Arra lennék kíváncsi, hogy honnan loptátok a karácsonybát? Figyelj, intéztem érte. Intézted? Még kis minimál, nem ilyen kis Eiffel-tornyos. Ja. Ki kezdi? Te Balázs, gyerünk! Én? Aha. Nem! Jó, nem. Tegnap megbeszéltük, Apuka kezdi. Tényleg? Aha. Miért? Oh, fordult a kocka. Na gyere! Majd amikor én kibontom. Ezért drip. Na. Gyerekek azért. Én bontom, de én nem tudom, melyik az enyém. Szerintem csak ez lehet. Nem. Boldog karácsony. Boldog karácsony. Amit csak tőlem kapsz. Aha, persze. Ja, mert tudom. Mert tavaly se ilyen volt. Ja, de tényleg. Rá van írva, hogy kínai üzletház, ez az olyan. Kukkolok. Ticsike. Babuci. Ő is a fa alá világom. Pont elfogytak az oknyáim. Annyira köríti, hallod? Ó, milyen tiszteletbe tartod. Figyelj, hogy egyébként kaptam. Ki? Milyen köcsög, mi? Szevasz. Lehet, hogy magány vagy fater? Arra nagy rád egy kicsit, az nem az évem. SS, XS-eset rendelt. Ja, nehéz. Én pakoltam, de nem volt olyan nehéz. Megy az idő. Igen, eléggé. Szóval... Szakíts. Másik következnek. Szerintem szakítsad. Ezt valami vette biztos. Ó, fecske. Köszönöm szépen. Köszönöm gyönyörűségem. Pálma! Kis párna. Köszönöm. Na, én jövök. Köszönöm. Boldog karácsonyt. Köszönöm szépen. Jaj, de szépen van becsomagolva. Ah, nézzétek meg, azt én csomagoltam. Mi a profin össze van ragasztva amúgy, nem? Amuka, meddig csomagolt? Másfél órán keresztül ezt a kettőt. Jó, igen. Figyelj. Áj, gossz! Szóval ne próbáljátok ki.
Ájkosz. Arany Ájkosz. Köszönöm szépen. Be is van regisztrálva? Komplett minden, meg van csinálva. Azt sem tudjuk. Meg van csinálva, tényleg. Köszönöm. Ez is gondolom még vagy 6-szor be van csomagolva a belsejébe. Alig várom már, hogy az felborzd az Ájkoszt, aztán kitakarítom az enyémet, már 20 hetek belül. A szivart is kaptál az Ájkoszt, mert lássak. Nincs még vége. Lajoska figyelt. Most az egyszer. Hú, ez nagyon szép. Este kiáll, ami jár. Húha, ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Igen. Nem, ez nyaklánc. Ezt az ajándékot a fiúktól kapod. Vagyis hát Bedétől meg tőlem kapod. Az ifjaktól. Az ifjaktól. Ajjaj, szépen kibújtjuk. Amúgy. Szépen. Könyv! Végül tanulni vasár valamit! Azok maszkok amúgy. Igen. Ne! Sampon! Ez az, köszönöm! Ajjaj! Sampon. De jó! Azt túl spőrölt. Naptej! Ez az egyik a tiéd, a másik pedig, az meg az enyém. Színeset fogok mostantól felvenni. Köszönöm szépen. Ezt nagyon néztem magamnak. Nem magadnak nézted. Ajjaj. Mi csináljuk. Nem járva, ilyet kap. Egy wellness spa élménycsomagot. Van, lehet, hogy valaki dal, hogyha elmész, Kamilla. Hogy mi? Nem, csak ők. Köszönöm szépen. Igen, ezt csak tőlem kapod. Tényleg? Úristen. Vicceltem, nem. Ez az! Ez az, végre göndörítettem a hajamat, hogyha találkozok egy fiúval. Ez egy nem. Beeskás igazolványtartó. Na hát akkor most az én pénzem se kell költeni, a nyuci apuci pénzében, igen persze. Várjál, mert ez... Tóth Lajos lánya. Ezt nem hiszem el, hogy már megint be van. Ez Tóth Lajos lánya. Megint benne. Húzzák megint. Édes picikém. Éjkő vagy mi ez? Ametisz. Napkő. Majdnem megvan. Ametisz. Köszönöm szépen, babukám. Kezdem ezzel. Az utóbbi. Hosszú sztori, mi? Utóbbi napokban eléggé szomorú voltál. Cserétek a tónak. Tudom, hogy eléggé szomorú voltál, és emiatt. Mitől voltam szomorú? És ezt kitől kapom? Jaj, de aranyos vagy, baba! Luxury BP-s üzé. Mi? Story, meg post, meg ezek. Igen. Abba, köszönöm szépen. Rántad! Vádlak. Na. Ez nagyon tetszik. Köszönöm szépen! Gyerekek, egy nyilvántartásban három készülékem is van. Pont valamelyik nap mondta, hogy milyen rosszul vagyok az Ájkosztól. Hát igen, ott kint tegnap az erkélyen és apukával így néztünk, hogy... Fogadjunk ezt Tóth Lajos csomagot. Egyre jobb! Klamira, ajjaj, ajjaj, ajjaj! 3, 2, 1. Ez mi ez a csomagolás?
úristen, ez egy... Ez még világít is, most nézem! Azt hiszem valaki felkapcsolta a vakút hirtelen. Mit kell tudni róla? Való. Mit kell tudni róla? Ez, hogy igazi gyémántból készült. Iced out! Köszönjük Glamira. Szépen! Glamira! Fogalmam nem volt. Amit fogtatok a kezetekben, az a szertifikációja a gyémántnak. Ez az eredetiségnek a jelzője. Tényleg? Igen. Ezt nem fogom merni hordani. Ezt Olát, Annától, meg tőlem. Kíváncsi vagyok. És még több fülbe való! Az meg lógós. De jó. Nagyon kemény, köszönöm. Cipellőhöz. Azta. Ez kellett már. Már kellett nekem. Ugye Ticsi is kapott ajándékot. De azt majd egy másik videóban tudjátok megnézni Kamilla csatornáját. Hogyha már így együtt vagyunk és karácsony van és ajándékozás, akkor foglaljuk össze, hogy kinek mi volt a legnagyobb ajándék, amit kapott ebben az évben. Fogom itt a kezembe. A jó ajándék az az volt, hogy Bede belehívott az albumába. Belehívott az albumába, amiben egy zenében szerepelni fogok. Illetve az, hogy sikeresen zárhatjuk szerintem ezt az évet videózásban is. Igen, így van? Én nem tudom. Hát még az a kettő, ami... A persze, az volt. Meg nekem az volt a legnagyobb, hogy az Origo megírta a cikket Bedéről. Eljegyeztem a barátnőmet is. Mi van? Azt még nem akartam elmondani, de... Ja, de itt az alkalom. Itt az alkalom elmondani. Csak karácsonyon akkor legjobb, így kell elmondani a karácsonyunkat. Hát számomra az volt a legjobb, hogy lefogytam 17 kilót, és arra sarkaltam a két fiamat is, hogy ők is vegyenek részt ebben a folyamatban, hogy vegyék komolyan, hát vegyék komolyan ők is az étkezést. A másik pedig az, hogy sikeresek vagyunk a munkában, szeretjük is csinálni, nyilván vannak összeződések, de azért mindig törekszünk arra, hogy minden jó legyen. Két oldalról közelítem meg, az egyik a lelki, a másik pedig az anyagi. Anyagi oldalról az, hogy tudjátok, milyen hosszú idő volt, mire mondjuk a webshopot megcsináltuk, és ahogy elindult, ugye ott is voltak sok-sok buktató. Örülök neki, hogy így aki csinálja, akik csinálják, akik csináljátok, megtanultátok azt kezelni, és a váton felül szerintem jócskán a váton felül teljesített ez a webshop. A másik pedig lelkileg az, hogy mikor van egy káosz, akkor egy új rend alakul ki belőle. Tehát, hogyha megnézitek, visszanézitek a videókat, akkor egy teljesen új irányban vagyunk most jelenleg, mint ahogy voltunk mondjuk tavaly, vagy tavaly előtt. Ez nem anyagi oldalon mutatkozik meg, ez bennetek nyilvánul meg. Tehát van egy érettségi szint, amit mindannyian átléptünk most már. Ugyanúgy én hiába vagyok 48 éves, nekem is érettségi szinteket kell átlépni, mint ahogy nektek is. És ez így történik folyamatosan, ebből is adódik az, hogy ugye Bede most már egy más irányt vett fel, Balázs gondolkozik szintén egy más irányon, a Kamilla videói is teljesen más irányban vannak, és nem a videókról akarok beszélni, hogy ti magatok más irányban vagytok. Mivel ő hiányzott nekem az életemből, ennyi szerettem volna. Nekem csak ő. Igen, nekem is egyik ajándékom az ő. Nekem nagyon sokat segít így lelki támaszba, kutya, hihetetlen, pedig így van. Én is ugyanúgy akartam ezt az anyagi oldalát mondani a dolgoknak, hogy ugye elindult a webshop, és a YouTube-on elértünk már egy olyan passzív hátteret, amivel nem kell sok minden miatt aggódnunk is. Ezért is van az, hogy mindig újítani szeretnénk, mindig a videókban is, és egyéb dolgokkal kapcsolatban, hogy még több oldalunkat is lássátok is, hogy ne legyünk sosa megmunhatóak számotokra. Nagyon nagy ajándék a számomra, hogy ha mégsem mindig harmóniába, de mindig sikeresen dolgozunk együtt, mi így öten, és nyilván a többiekkel is együtt, akik nem az állandó munkakörben vannak benne, és nagyon szépen meg szeretném köszönni, elém tárultak azok a lehetőségek, amikbe amúgy már olyan régóta mozogni szeretnék, de most jutottam el odáig, és ez az Origós dolog, ez nekem is nagyon a lelkembe hatolt, és azt is köszönöm szépen, hogy így lett. Nagyon boldog karácsony kívánom mindenkinek, szeretünk titeket, puszi, sziasztok!